Enélkül nem lehet? Nem igazán. A fesztivál részvevőit nagy részt már mindannyian ismerjük, mindenki megkérdezett már tőlük minden vicces kérdést, de most megnézzük, hogy kik azok az emberek, akik a legnagyobb, vagy éppen a legdurvább melókat végzik itt a szigeten. Minden nap itt vagyunk. Igen? De melyik sátorban? Nincs sátor. De nincs? Persze. Diák munka. Jött. Kell a pénz. Nálatok van a legegyedibb zene itt a pultok között. Hogy jött a választás? Fölkeltem reggel és behúztam a zenemappát egy DVD-re, és beraktam. És amúgy milyen itt dolgozni? Milyen a közönség? Idióta az összes. Mindegyik hülye. De miért? Hát mert ez egy szigetfesztivál. És ki volt a leghülyébb? Az emberünk, aki idejött egy tarzanyelmezbe, és egy fággal a kezében hívott egy oxidot, szerintem ő volt a legnagyobb. Akkor ezek szerint agyilag nagyon lefárasztó kultozni a szigeten? Igen. Aha. De még jó, hogy van zene. Hát ez az. Milyen zenéket szoktak kérni? Mindenfajtát, hál' a jó Istennek, meg vagyunk avval áldva. Meg vagyunk avval áldva, hogyha francia, francia, olasz, olasz, ha holland, holland, amerikai, amerikai, orosz, orosz, ausztrál, ausztrál. Mi azoknak is tudunk muzsikálni? A csúcspont az ilyen 6-tól 9-ig, és ilyen 3-tól 6-ig tudom, amikor vége van a bulinak. Láttuk már vicces sztorikat, hogy legurultak a dombtetőről, vagy ott feltekertek a dombra, és akkor ott így eldőlt. Honnan jöttél? Szolnok megye. Csak ezért? Csak ezért. Fesztiválból mennyit tudtok bulizni? Hát, annyira nem sokat, az éjszakások, a nappalosok többen. Milyen arányban visszatérőek a hülye kérdések, meg onnan már minden viccet ismersz? Igen, nagyon meglepetés nincsen. Talán így, mit tudom én, minden hülye kérdésből a 20. Megkérdeztem, hogy mennyi az órabér? Hú, én nem tudom. Pontosan. De egy napra kaptok akkor inkább? Igen. És mennyi? Négy. Jól fizetnek a külföldiek? Ők díjazzák ezt az egész dolgot, a mi munkákat. Én is díjazom. Na, de itt Magyarországon nem díjazzák, sajnos. Ezt add le. De miért nem díjazzák? Azért, mert nem tudom az okát, hogy miért. Mert tudod miért? Azért, mert a Pákó itten sztár. A Pákó? A Pákó sztár, meg a hasonló ripacsok. Jöttél Prodigy koncertre? Nem Prodigy koncertre jöttem. De ott vagy. Véletlen. Tetszik. Jó. This is my homeboy. I hate Prodigy. It's a joke, of course. How I get it? It's a better project than in Sziget 2009. Szigeten sok ripacs lép? Nem, a Szigeten nem, mert szinte itt nem tehetik be a lábukat. Prodigy van mindenki. Tök üres a party aréna. Nagyjából 250 ember táncolgat Deathfire-re. Fuck Prodigy, this is shit. Nem adtak kupont, pedig ezért iszik az unikumot, hogy legyen gumicsimmánk. És a blokkot legalább elkérhetjük. Naponta körülbelül 2-3 ember az, aki kábítószerre visszaélés miatt eljárás alá kerül. Beléptetési ellenőrzés során buknak le, másrészt itt a szigeten belül a kollégáim munkájuk révén. Elmúlt években azt lehet mondani, hogy a marihuána és az ecstasy tablet, az amfetamin származékok voltak a jellemzőek. Most úgy tűnik ez a tendencia, ez folytatódik. Mit tudnak a designer drogokról? A designer drogok eddig még nem bukkantak fel a szigeten, legalábbis terjesztői szinten. Amint találkozunk velük, akkor rögtön fellépünk azok ellen is természetesen. Az én dolgom az, hogy felküldjem a zenekart és leküldjem a zenekart időben, illetőleg biztosítsam azt számukra, hogy a színpad kész van. Itt azért olyan zenekarok is szoktak fellépni, akik alapból 15-en vannak, különleges hangszerekkel a világzene okán. Különleges igény nincsen.
amit előre kérnek, azt megszerezzük. Amit itt kérnek, azt vagy van, vagy nincs. Mivel itt folyamatosan jönnek-mennek az emberek, itt nem lehet, tehát nincs annyira statikus elkülönült területek, mint Budapesten az egyes kerületek között. Itt ennyire nem lehet meghatározni, hogy most mi az, ami a legfertőzöttebb. Földieket vagy magyarokat kapnak el fogyasztással inkább? Mind a két eset előfordul, szinte teljesen egyforma mennyiség. Fellépő volt már? Már milyen? Feszivel fellépő. Akit elfogtunk? Ilyen még nem fordult elő. Úgy lettem színpadmester, hogy elvégeztem a majdnem híres rocksuli nevezetű képzést, ahova kell egy gyakorlat tavaly nyáron, és mivel hogy jó a kapcsolat a Szigettel náluk, ezért el tudtam jönni a Szigetre gyakornokoskodni, ahol úgy alakult, hogy a regi színpadhoz kerültem. A pop szakma egyébként is arról szól, hogy kikit ismer, de itt ez főleg, mert ez bizalmi állás. Én is úgy kerültem ide, hogy az előző színpadmester, aki 11 évig itt volt, ő beajánlott engem. Azt lehet mondani, egy rendkívül nagy fogás és sokféle kábítószer is mindegyikből azért komoly mennyiség volt a fiatalembernél. Tényleg nagyon becsületesek, mert számos okos telefont hoztak be. Szeptember 15-ig bárki jelentkezhet a telefonszámon, aztán amíg iratok, azokat megpróbáljuk visszajuttatni mindenképpen, utána pedig valószínűleg zúzdába kerülnek. 6 éve voltál itt utoljára. Milyen különbségeket érzékelsz a Szigetben? Nagyon olcsó lett az egész, miközben borzalmasan drága.